Orbán Viktor egy puha pöcs. Orbán Viktor, akik nem voltak itt, nem láttátok, de tegnap este, amikor hazajött, miután már mind a két bejáratánál ott voltunk, igen, a ma reggel is láttuk őt, tegnap ideállt két sötét autó, sorfanat álltak a rendőrei, ő ott besunyogott a kapun. És ma ugyanezt csinálta, amikor elment. Ellenben a felesége teljesen szabadon jön itt ki, köszön nekünk, és itt megy el a gyerekeivel. Hát én azt gondolom, hogy ha én veszélyben érezném magamat, akkor nem magamat venném körül testőrökkel, hanem a családomat. Ezt az embert nem csak az ország nem érdekli, hanem a családja sem. Elég volt, én is azt mondom, elég volt ebből az elnyomásból, köszönjük, hogy támogatnak a szomszédok is, ez rendkívül jól esik nekünk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ebben az országban kiilláníthassák a véleményüket az emberek. Megmutassuk, hogy ezt bármikor, bárhol meg lehet tenni. És szeretnék idézni valakit. Egy demokráciában a népnek joga van elkergetni a kormányt, ha az a nép ellen kormányoz. És ehhez fogjuk magunkat tartani, nem csak ezt a kormányt, bármennyiket, és a civilek ezt meg fogják oldani. Azt, aki a nép ellen kormányoz, azt elkergetjük. És akkor a következő felszólalónk, mindjárt mondom itt nektek, Miskolci Árpád, civil fórumtól, környezetvédelem, jogegyenlőség lesz a téma.